Peter Griffin, a Shrek szamara és Jim Carrey állandó magyar hangja. Emellett a Víg Színház társulatában játszik nap mint nap. Kerekes József. Folytasd! Miért nem folytatja? Oh, igazság járjon előtte! Nálam ez egy, hogy szokták mondani, egyenes vonalú, egyenletes mozgással kerültem erre a pályára. Úgy valahogy, de csak a Külcsín színházban vagyunk, úgyhogy az ügyelő hangját halljuk időnként, aki a színpadra hívja a színészeket, vagy figyelmezteti őket, hogy lenne készség a jelenetet. Nagyon tetszett, néztem a tévében ezeket a szórakoztató műsorokat, hát ez a 70-es évek, és valahogy ez úgy jött, hogy fú, ez olyan jó lehet. Ahogy bekerültem a gimibe, akkor egy Most mutasd meg című vetélkedő próbajátéka volt a Pince Színházban, ahova én a próbajátékra mentem el, ahol egy csomó pincés is ott volt, és hát nagyon bírtam őket, hogy ezek milyen felszabadultak, milyen szeretik egymást. Akkor még pincés volt a Lang Györgyi, és ő látta, hogy ülök egy sarokban, és akkor azt mondta, na figyelj, van kedved lejönni? Hát mondom, igen. És akkor mondta, hogy hát a felvételik már ugyan lezajlottak, de ez már tavasszal volt, 77-ben, akkor mondta, hogy na, figyelj, akkor hozzál magad a vackót, ilyen tornaruhát is. Keleti Pista bácsinak bemutatotta Györgyi, és aztán úgy ott ragadtam. 77-től 81-ig. Nekem a Pince Színház volt meghatározó, a másik a Szkénében volt, a harmadik már esetleg Nemzeti Stúdiós volt, vagy például, nem tudom, az Epres Sopronba járt az Adéllal. A legtöbb ember megtalálja azt az első kezdeti helyet, ahol próbálgatja a szárnyait. Elsőre nem vettek föl a színművészetire, másodszorra vettek föl, és utána mentem egy évre katonának, és 82-től 86-ig jártam a főiskolára, színművészetire, Színetár Miklós osztályába. 86-tól gyakorlaton voltam a Nemzetiben, és akkor ott is maradtam 86-tól 90-ig, és akkor hívott a Léner Péter a József Attilába, nekem ő tanárom volt a főiskolán, és akkor átmentem a József Attilába, ott voltam két éve, 90-től 92-ig, és 92-ben hívott a Csizmadi, a Tibor a Budapesti Kamara Színházba, ami akkor alakult előtte egy évvel, 2011-ig, ott 19 évet voltam. És igazából a pályám legboldogabb 5 évét az a 92-től 97-ig körülbelül az volt, ami olyan szerepeket játszottam, és annyit, és az egy nagy boldogság volt. Tehát az egyik vezető színésze voltam annak a színháznak. Nagyon jó szerepeket játszottam, nagyon jó kollégákkal, nagyon jó kis előadásokban. Tehát az egy olyan igazi boldogság volt. Akkor született a Fanni lányom, tehát magánéletileg is úgy akkor nősültem először. Itt a Víg Színházban milyen szerepeid vannak? Hát itt a Víg Színházban inkább úgy mondom, hogy ilyen epizodista kis karakter szerepek, amiket egyébként, ha nem a méret a lényeg. Ha kicsi, de jó a szerep, akkor az van, nekem nincs bajom. Ha le kéne mondani valamiről, akkor a színpadról vagy a szinkronról mondanál le? 52 évesen más, direkt nem fogom azt kimondani azt a szót, tehát más szempontok is diktálnak. Tehát erre azért sem olyan egyszerű a válasz. Ha az ember 20 évesen, 25 vagy 30 évesen is mást... Persze! A szinkron, a túl azon, hogy nagyon szeretem, meg az jól is áll nekem, ahhoz értek, ezt szerintelenül akkor is vállalom, mert így van. Aki vitatkozni akar, akkor azzal kiállok egy párbajra, szinkronban. A színház meg kell, az egy szakmailag fontos, karbantartja az embernek a színészetét, a művészetét. Tehát én azt gondolom, hogy tehát ez olyan oda-vissza hat. A szinkron bizonyos fajta népszerűséget szerez nekem, exhibicionista pályán vagyunk. Hát hogyha persze, hogy szeretjük azt, hogyha azért van egy kis sikerélmény, hogyha az embert megismerik, meg népszerű, azért az úgy jó. A szinkronban is most már az a jó, hogyha olyan filmben van szerencsém dolgozni, ami azért művészileg is már egy kicsit, hogy tehát ott is az ember örül már, hogyha
de jó, ez egy jó figura, jó színész lehet, az olyan jó, az kihívás. De hogy egy színészen belül ugye az egyik ilyen kereszte van a Jim Carrey, neki is voltak olyan filmjei, ami olyan, majdnem, hogy én pironkodtam helyette, de például volt ugyanúgy a Jim Carreynek köszönhetem, akár a Grinch, vagy például az Ember a Holdon, vagy a 23, vagy a Karácsonyi Ének, ami például egy komoly kihívást jelentett. Tehát akkor az már jó, mikor az olyan kis gurmanság, hogy akkor azt is igyekszem jól megcsinálni. Mi? Hát basszus! Nem én aludtam el először, ugye? A konyhában egy mesztelen nő gugol egy torta fölött. Joe, soha ne kérdezz pénzről! Bukkóság! Vacsorázunk egy finomat! Sok színházi színész nem tud szinkronizálni. Szerinted milyen képességek kellenek a szinkronhoz? Oda-vissza igaz. Tehát van, aki jól szinkronizál, de nem feltétlenül jó színházi színész. Van, aki nagyszerű színházi színész, de nem fekszik neki a szinkron. Azt tudom, azért az most már így, azért 25 éve szinkronizálok rendszeresen, hogy mondjuk ehhez értek. Hogy állsz az olyan szinkronos kollégákhoz, akik alapvetően nem színészek? Ez nem ettől függ egyébként. A színházban se, most ugye erre hosszan lehetne sorolni Tordi Gézától, Jordán Tamáson keresztül, hogy nem attól lesz valaki jó színész, hogy elvégezte a főiskolát, vagy nem. Én nem annyira vagyok oda ezekért a tanfolyamokért, mert nem azt mondom, hogy nem kerülhet ki onnan tehetséges ember, biztos, de szerintem sokkal nagyobb hiba százalékkal jönnek ki nem feltétlenül rátermett emberek. Az alapkérdés az, hogy valaki tanuljon meg úgy beszélni és olvasni, hogy az olvasás az egy olyan automatizmus legyen, hogy tehát ezt sokszor nem is tudom, hogy én se tudom, hogy hogy működik, de megy. Tehát az, hogy ott van a szöveg előttem, és azt a szem és az agyon keresztül a szájba automatikusan nyomja. Mert közben nekem ugye a képre is kell figyelnem, arra is kell figyelnem, hogy hol tart szünetet, milyen lelkiállapotban van, tehát millió dologra kell közben figyelni. Meg mikor kérdezik, hogy és akkor előtte látod, nem látok én semmit. Bemegyek a műterembe, kihívnak engem nem tudom hány tekercsre, fél órás munkára, bemegyek és tehát hogy mondjam, a szituáció, hogy miről van szó, hogy az én figurámnak a filmen belül ahhoz a szituációhoz milyen köze van, éppen szomorú, vagy sunyi, vagy szerelmes, vagy boldog, vagy elkeseredett. Ehhez az kell, hogy én látok a pályán. Odaállok, és tudom, hogy miről van szó. Ez nem azt jelenti, hogy ha adott helyzet van, vannak olyan helyzetek, amikor azért nem árt, hogyha közben a szinkronrendező egy kicsit még terel, de alapvetően nem kell, én már belépek, régi iskola vagyok, én szeretem gyorsan, amennyire lehet átnyálazni a példányt, tehát munka közben is egy picit előreolvasni, előre utóolvasni, tehát hogy tudjam nagyjából, hogy amiben én most részt veszek, az micsoda. De mindig is barátok voltunk. Cool J, egy nagyváros déli részén, oda, ahol tévébírós műsorok között reklámokat adnak? Ne parázz, Jerome, Chris, teljesen felvilágosítottam, a szex... Márhajó! Énekeljek még 8 versszakot? Mikor a kislányom nézi a Dzsungel könyve 2-t, akkor büszkén mondom, hogy a Szombati Gyula után, aki a Dzsungel könyve 1-ben volt a kígyó, a Dzsungel 2-ben én vagyok a kígyó. A lányaid mennyire követik a munkádat? Hát én abban a szerencsés helyzetben vagyok, nem szerencsés, ezt nem tudom, ezt döntsék el ők, hogy nekem ugye 3 lányom van, és egy pici fiam. A két nagylányom, hát ők már 18-14, a pici meg 4, Fanni, Nóra, Luca és Ábel. A Fanni is érdeklődik nyilvánvalóan, de hát ő 18 éves már elmúlt, tehát ő időnként próbálja szerintem leplezni, hogy nem úgy, hogy dobja vagy valami, mert azért érdekli, hogy a színházban is milyen új bemutató van. Hát a Nóri teljesen, ő a 14 éves, tehát ő abszolút nyitott mindenre. És hát Lucánál meg azt szeretem, hogy ő meg egyre jobban érdeklődik, és eleinte nem tűnt föl, hát ő nem kötötte össze, ő a tévét nézte, meg otthon engem hallgatott. Tehát a kettőt az, hogy most egyszer csak szerintem abban az óvoda kezdett el neki számítani, hogy az oviban kezdték az ovistársai mondani, hogy hát ez ő a izének a hangja, és akkor ez olyan
erre már ő is fölkapta a fejét, és büszke volt rá, hogy akkor az apu, és azóta mindig mondja, hogy az te vagy, és ő nem hajlandó azt mondani, hogy én vagyok a hangja, hanem ő azonosít vele, hogy akkor én vagyok a nyúl, a kecske, a bobamester, vagy bármi más. Fakard le az ülőkét, hát vicceltem, jó lesz így is. Igen, most be a téma, mondani akarok valamit. Krisz, a csaj nem kövér. Úgy képzeltem, ha egyszer hazahozol egy lányt, csak a garázsban fér majd el. Még egy kicsit? Még egy kicsit? Még egy kicsit? Jó, elég! Oké, figyelj, inkább leszel dagi, vagy bizdömper seggű? Mindenki azon van, hogy jót csináljunk, már csak azért is, mert hogy ezért ennek most már több évre visszamenőleges, hogy is mondjam, hát a név és a rang kötelez. Tehát, hogyha már ez egy ilyen sikeres sorozat, akkor az ember nem ad ki a kezéből. Vagy legalábbis igyekszünk nem olyan munkát kiadni. Most ezt nem azt mondom, hogy hiba nem csúszik bele. Ha úgy érzem, hogy ez nem olyan se technikailag, tehát valamit belebakiztam, vagy művészileg, én olyannak ítélem meg a saját munkámat akár, akkor azt mondom, hogy ezt vegyük föl még egyszer, vagy akár háromszor, vagy négyszer, addig, amíg azt nem gondolom olyannak, ami jó. Kritikus vagyok magammal. Tehát én azt persze senki másnak kifelé nem fogom mondani, hogy ezt valamit elrontottam, vagy ezért. Ezt az örömöt nem szerzem meg senkinek, de magamnak igen, tehát persze. Nem, meg olyan is van, hogy azt érzem, hogy ez nem az én szerepem. Tehát jól esik, hogyha egy rendező rám gondol, de van, amikor nem. Tehát látom, hogy ez nem nekem való. Tehát, hogy a figura, ha nem is ledob talán, de hát szóval úgy egy kicsit úgy egymás mellett vagyunk. Éppen múltkor mondtam a Juhász Annának, hogy én belül még lélekben ugyanaz a 15 éves kis hülye vagyok, mint aki lekerült a Pince Színházba, csak a szinkronban már jönnek a apa szerepek. Mondjuk nem olyan a hangom, mint a volt Isten nyugtassa, a Petrik Jóska, vagy most a Szokol Peti. Tehát vannak olyan kollégák, akiknek 60 évesen is 20 éves hangja van, meg amennyit én ordibáltam ezekben a rajzfilmekben, meg a degenerált, deviáns, hol néger, hol nem néger, baldóverekben azért fáradtabb a hangom sokkal, mint volt akár 20 évvel ezelőtt. Ez ilyen nagyjából szerintem egy ilyen 20 éves szórás, tehát még 40 éveset még azért simán meg lehet csinálni, meg már uram, bocsánat, egy kicsit fátyolosítva egy 60 éveset is. Vagy szépen lekötöttek. Ezt a szerepet eredetileg a Gábor Revicki csinálta, csak ő átszerződött a Nemzetibe, és aztán én ezt megörököltem. Így van, és én ezt megörököltem tőle, ezt a szerepet. Hát úgy van hivatalosan, hogy ez kettőzve van, de gyakorlatilag már én játszom. Pláne így, hogy megy havi egyet, tehát nem a ördöngőség. De nagyon szeretem, mert egy csomó mindenben én úgy érzem, hogy van rokonság a szerep és köztem. Én 32 éves koromig éltem anyukámmal, nála, tehát ahova születtem és ahol felnőttem, tehát én egy ilyen nagyon anyás voltam. És eredetileg én az izé voltam a temetőszolga, tehát aki toltam be halottakat. Úgy van a megállapodás, hogy ha a Revi valamilyen oknál fogva jön és játsza, akkor megyek vissza a temetőszolgába. De hát ez most már egy éve, amióta Revi átment a Nemzetibe, azóta én játszom. Anyámat a Törőcsik Mari játsza is. Hát ez egy nagy adomány, hogy vele egy színpadon lenni. Tényleg egy hihetetlen nőszemély. A Bajor Gizi Színész Múzeumban van egy kiállítás most, és akkor úgy mellbe vágott, hogy a Mészáros Ágival nem, de például a Klárikával nem voltam színpadon, de szinkronban találkoztunk, mert volt ugye a Kalán néni, a Csípcsup Csodák, amiben én voltam a kutyus, és a Kalán néni volt ugye a Tolnai Klári. Tehát még vele dolgoztam szinkronban. És hát ez is egy édes, egy tüneményes. Amennyire egy élő legenda, olyan egyszerű és olyan természetes volt az életben. Csinálj úgy, mint én! Amikor dühös vagyok, ropog egy kis gumiláptáncot. Ja, menj már innen! Hagyd itt a sütit és menj el! Persze, csak menj már, jó ég! Nem is akrobatáskodik, csak elaludt.
Ja, és a mini is elosztol a kaszinóból. Kingmajor, segíts! Nem komplettek.